Vakcina kérdés. A járvány dübörög, de az oltáskampány is felpörgött. Romániában az AstraZeneca is szerepel az oltóanyagok között. Aranyásás. Az Aur jelenlétét vizsgálták a közösségi médiában. Azon túl, hogy megtudhatjuk belőle, hogy a magyar ellenesség vagy az oltás ellenesség miatt lettek-e népszerűbbek, a tartalomelemzés előnyeit is megismerhetjük. Lomtalanítás. A Csík környéki településekről gyűjtik be az olyan hulladékot, amely nem dobható ki a háztartási szemétbe. Azt remélik, hogy ezzel az illegális szeméttelepek felszámolásához is hozzájárulnak. Köszöntöm Önöket a híradóban! Semmi nem indokolja, hogy ne használjuk az európai viszonylatban jóváhagyott valamennyi oltóanyagot, jelentette ki tegnap Klaus Johannis, az államfő a járványhelyzet súlyosbodása miatt fokozott óvatosságra int. Ismét nő a koronavírusos megbetegedések száma Romániában, és bár jelenleg ellenőrzés alatt áll a helyzet, hamar kedvezőtlen fordulatot vehet, jelentette ki Klaus Johannis. Szerdai sajtónyilatkozatában az államfő hangsúlyozta, ismét nő a napi esetszám, és egyre nagyobb nyomás nehezedik a kórházak intenzív terápiás osztályaira. Valószínűleg ez a hullám lesz az utolsó. Tekintettel arra, hogy javában zajlik az oltáskampány, és napról napra nő a beoltott személyek száma. A helyzet még ellenőrzés alatt áll, de hamar kedvezőtlen fordulatot vehet. Ismét felelősségteljes magatartásra, újabb, közös, nemzeti erőfeszítésre van most szükség. Az államfő hozzátette, minden nap közelebb kerülünk ahhoz, hogy megszabaduljunk a járványtól, azonban továbbra is elővigyázatosságra van szükség. A szakemberek ajánlásaira alapuló tájékozott döntéseket kell hoznunk. Hangsúlyozta, ez idáig semmi nem indokolja, hogy ne használjuk az európai viszonylatban jóváhagyott valamennyi oltóanyagot. Kifejtette, a megfelelő szintű átoltottság eléréséig korlátozások bevezetésére van szükség ott, ahol a helyzet ezt megköveteli, mert csak így lehet csökkenteni a kórházakra nehezedő nyomást. Az államfő éberségre és óvatosságra intett mindenkit. Románia helyesen járt el, amikor úgy döntött, hogy nem állítja le az oltáskampányt az AstraZeneca koronavírus elleni vakcinájával, és tartja a beütemezett oltási ritmust, nyilatkozta híradónknak Vas Levente egészségügyi államtitkár. Az egészségügyi világszervezet is azt ajánlja, folytassák az oltást az AstraZeneca oltóanyagával. Közben ma délután az Európai Gyógyszerügynökség is meghozta végleges döntését, miszerint az AstraZeneca vakcinája biztonságos és hatékony. A világszervezet szakértői a rendelkezésre álló adatokra hivatkozva ajánlják az AstraZeneca oltóanyagának további használatát. Ugyanakkor kiemelt figyelemmel követik az eseteket. Vas Levente egészségügyi államtitkár híradónknak hangsúlyozta, az Európai Unió szintjén nem bizonyítható, hogy a szorványosan megjelenő trombózisos esetek az AstraZeneca oltóanyagához kötődnének. A több mint 17 millió beadott oltást követően ezek megjelenése természetes, ekkora népességben más körülmények között is megjelentek volna. Elmondta, az oltások utáni első 9 napban jelenik meg az újrafertőződések mintegy 30%-a, a következő 9 napban, vagyis az első 18 napban jelenik meg újabb 30, tehát összesen 60%. Az első oltást követően 30 nappal, esetleg Pfizer vagy Moderna esetében akár a második oltás után, mindössze 2-3%-ban fordul elő újrafertőződés. Pontosan ezért azt látjuk, hogy már az első oltóanyag beadásánál, mint a Pfizer, mint a Moderna, mint pedig az AstraZeneca-s oltóanyagoknál a hatás és a hatékonyság jó. Ezért mindenkit arra tudok biztatni, hogy a továbbiakban is nyugodtan oltakozzon az AstraZeneca-s oltóanyaggal. Vas Levente hangsúlyozta, az AstraZeneca oltóanyaga a legolcsóbb vakcina, már pedig Kelet-Európában rendkívül fontos a lakossági oltás költsége. Minden egyes euró vagy lej, amit az oltások kedvéért elvonunk az egészségügyi szolgáltatásoktól, többszörös hatást fejthet ki a krónikus betegeknél, a különböző gyógyszerellátásoknál. Ez óriási jelentőséggel bír a román egészségügy esetében, ahol zárt a költségvetés és átlagban évente 700 eurónál kevesebbet költenek egy ellátottra. Kifejtette, az, hogy az AstraZeneca esetében a más oltóanyagokénál több, prospektusban leírt mellékhatás jelentkezett, a technológiailag másként ható oltóanyag számlájára írható. Ugyanakkor hangsúlyozta, ennek ellenére a vakcinától nem kell félni. A súlyos szövődmények, amelyek különböző szállítmányoknál Európai Uniós szinten retorikailag összeköthetőek lennének az AstraZeneca-val, nem állják meg a helyüket, hangsúlyozta.
Biztonságos és egészséges iskolák néven indít programot a kormány, amelynek Kelemen Hunor kormányfő helyettes lesz a koordinátora. Erről ő maga számolt be a 10 perc Bukarest második adásában. Ma Romániában több ezer olyan tanintézmény van, amely nem rendelkezik beltéri mellékhelyiséggel, és több száz megfelelő tűzbiztonsági infrastruktúrával sem, mondta el Kelemen Hunor miniszterelnök helyettes. Összehangolt munkára van szükség. Ennek az állapotnak a felszámolására indít Biztonságos és Egészséges Iskolák címmel új programot a kormány, amelynek a koordinálásával az RMDSZ elnökét bízták meg. Elkészítjük azt a tervet, amelyhez pénzösszegeket fogunk tudni hozzárendelni a jövő évi költségvetéstől, és 3-4 év alatt olyan feltételeket fogunk tudni kialakítani költségvetési forrásokból az országos helyreállítási terv szerint, illetve egy olyan kölcsönszerződésből, amelyet ma hagyott jóvá a kormány. Olyan feltételeket tudunk kialakítani, hogy egyetlen szülő számára sem lesz kérdés, hogy a gyereke az iskolában biztonságban van-e. A kormány holnap bocsátja vitára és jövő héten fogadja el az országos helyreállítási tervet, amelynek keretében az Európai Unió 30 milliárd eurót folyósít Romániának. Az összeg 13%-át, azaz megközelítőleg 3,3 milliárd eurót fordítanak az oktatásra. Giorgio Simeone meglehetősen jól és főként tudatosan használja a közösségi médiát, elsősorban emiatt, nem pedig a koronavírussal és a magyar ellenességgel kapcsolatos posztok miatt sikerült felfuttatnia a Románok Egyesítéséért Szövetséget, hangzott el a Bálványos Intézet és a Transylvania Inquiry munkatársainak közös sajtótájékoztatóján, amelyen bemutatták a párt és Giorgio Simeone online kommunikációjáról készített tartalomelemzés eredményeit. Giorgio Simeonenak nem csak a magyar ellenessége és a koronavírus tagadását előtérbe helyező diskurzusai miatt sikerült a 2020-as önkormányzati és parlamenti választási kampányban a román politikai szereplőket messze meghaladó interakciószámot elérnie Facebook oldalán, hangsúlyozták Kis Tamás és Toró Tibor szociológusok, valamint Jakab Szalán Tamás politológus az AUR felfutásáról készített elemzés bemutatóján. A sajtótájékoztatón elhangzott, Simeone Facebook oldalát összesen 4 növekedési periódussal lehet lebontani, és kifejezetten csak az első hónapokban volt igen nagy szerepe a magyar ellenességnek az úzvölgyi események kapcsán. Hasonlóképpen a koronavírus is csak közvetett szerepet játszott előretörésében. Az utolsó növekedési periódusban, ami leginkább a 2020 szeptemberi és decemberi választásokra esett, nem ezek voltak a meghatározó tematikák, hanem a gazdasági protekcionizmus, illetve egy nyugatellenes, globalizáció ellenes, és ennek kapcsán a mainstream elittel szembeni populizmus volt, amit kialakított. Giorgio Simeone már a negyedik leglájkoltabb politikus. Oldala csupán 2018 júniusa óta nőtte ki magát. Az oldalára jellemző élő videókban hangsúlyosan kezdte el növelni egyre inkább az elégedetlenséget. Tulajdonképpen az interakcióknak egy nagy részét, tehát az emberek azt a számot, hogy mennyien reagálnak rá komment, megosztás vagy like formájában. Ezt jó részt azok a posztok emelték fel, vagy vitték fel, amelyek vagy videók voltak, vagy live videók voltak, és tulajdonképpen ezek terjedtek jól a Facebookon, semmint például képek, vagy simán szöveges posztok. Az AUR párt és Giorgio Simeone diskurzusának elemzése összesen 11 ezer posztra, több mint 500 ezer kommentre vonatkozik, ebből pedig kifejezetten kulcsszavas kereséssel szűrték ki a koronavírusra és a magyarokra vonatkozó szavakat az adatbázisban. A kutatás egyik fontos hozadéka, hogy megmutatja, hogy a közösségi média tartalomelemzése milyen lehetőségeket nyit meg a politika tudományi, illetve tágabban a társadalomkutatási elemzésben. Több mint 1200 romániai magyar egyetemista részvételével végzett kutatást a Magyar Ifjúsági Központ YZ intézete és az Országos Magyar Diákszövetség. Azt vizsgálták, hogy mennyire alakultak át a hallgatók igényei a rendezvényekkel kapcsolatban, hogyan vélekednek az online oktatásról és milyen hatásai voltak a járványnak.
A kolozsvári székhelyű Magyar Ifjúsági Központ YZ Intézete és az Országos Magyar Diák Szövetség 10 egyetemi város 27 felsőoktatási intézményében tanuló 323 településről származó hallgató megkérdezésével végzett kutatást, amely az online oktatás, kulturális élet, jövőkép és megélhetési problémák témakörében vizsgálta a diák populációt. A kutatás válaszaiból kiderült, hogy az életkor növekedésével egyre kevésbé hiányolják a bulikat, fesztiválokat a diákok, online színházi eseményeken, koncerteken túlnyomó többségben a lányok vettek részt, akik ugyanakkor fizikai jelenléttel zajló helyszíni rendezvények esetében sokkal fontosabbnak tartják a járványhoz kapcsolódó óvintézkedéseket, mint a fiúk. A kutatásban az online oktatáshoz való viszonyulásokat is vizsgálták, ismertette dr. Dániel Botond, szociológus. Az online oktatás az most egy ilyen szórakoztató tévé, illetve rádióműsor lett, hogy üldögélünk a gép előtt és hallgatjuk, hogy mit szövegelnek valakik, és azt várjuk el, hogy minél szórakoztatóbb legyen, és mondjanak nekünk okos dolgokat, mint hogyha a National Geographicot néznénk, vagy pedig bekapcsolódnak az oktatásba, és hogy hogyan változott a terhelés az online oktatás nehezebb, könnyebb ahhoz képest, ami volt ugye az élő oktatásban. Az ezzel kapcsolatos válaszokból az derül ki, hogy enyhén csökkent az órákon résztvevő diákok száma, amit a figyelem lankadásával, a motiváció, az érintkezés, a beszélgetések és a fizikai jelenlét hiányával magyaráznak. A karriertervekkel kapcsolatosan nagyobb arányban folytatnak tanulmányaikat az egyetemisták, mint azt a valós beiskolázási számok mutatják. A diákok jóval több mint fele mesterképzésben venne részt, és több mint negyede doktoriskolát végezne, csak 15% elégedne meg az alapképzéssel. Valamivel meghaladja az 1000 eurót az a jövedelem, amennyire a nyugodt élethez lenne szükségük a diákoknak, illetve amennyit tanulmányaik befejezése után 3 évvel munkabérként keresni szeretnének. Ma nyílt meg Sepsiszentgyörgy és Kovászna megye első hipermarketje, amely több mint 30 ezer terméket kínál a vásárlók számára. Ugyanakkor ez lesz az első üzlet a környéken, ahol kizárólag önkiszolgáló pénztárgépek működnek. Ma reggel nyitotta meg kapuit a vásárlók előtt a Carrefour Sepsiszentgyörgy első hipermarketje a Sepsi Value Center bevásárlóközpontban. Ez teljes önkiszolgálást biztosít a vásárlók számára, hiszen lehetőségük lesz arra, hogy maguk fizessék ki termékeiket, ezzel is leegyszerűsítve a vásárlást és jelentősen lerövidítve a várakozási időt. Mától minden sepsiszentgyörgyi vásárló 30 ezer féle élelmiszert és nem élelmiszer jellegű terméket találhat meg üzletünkben. Neves termelőket, több mint 1000 bioterméket, friss, kiváló minőségű termékeket találhatnak, valamint egy borospincét is, regionális, helyi és országos kínálattal. A vásárlás egyszerű és hatékony lesz az ügyfelek számára a self-checkout rendszerrel. Ugyanígy mától kezdődően az ügyfelek felfedezhetik a teljes Carrefour ökorendszert, megvásárolhatják termékeiket áruházunkból és online a Carrefour weboldalon. A Carrefour alkalmazáson, valamint a Bringo alkalmazás révén is. A Sepsiszentgyörgyi kirendeltség ugyanúgy, mint a Carrefour országos hálózatának minden üzlete biztonságos vásárlást kínál. A meghozott óvintézkedések elismeréseként a Safe Asset Group a Carrefour Romániát COVID-19 kompatibilis vállalatként sorolja be, ahova minden vásárló tárt karokkal várnak. A védőoltások Maros megyei helyzetét és az oltáskampány harmadik szakaszára vonatkozó adatokat ismertette sajtótájékoztató keretében Sós Zoltán polgármester és a megyei közegészségügyi igazgatóság képviselője. A megye és a megyeközpont egyaránt készen áll a teljes lakosság beoltására, ennek érdekében új központokat is nyitnak. Pontosan ma 2 hónapja nyíltak meg Marosvásárhelyen az első oltási központok. A Maros megyei közegészségügyi igazgatóság követelményeinek eleget téve már rendelkezésre áll az 5 oltási központ, ezeken belül pedig 51 oltási fülke működéséhez szükséges infrastruktúra. Jelenleg a kérésnek megfelelően a város szintjén ezekből 3 oltási központ működik, áprilistól azonban egy újabb 12 oltási fülkével rendelkező központot helyeznek üzembe, számolt be mai sajtótájékoztatóján Sós Zoltán polgármester. Az eddig működő 3 oltásközpont helyett negyedik is be lesz üzemelve, ez újabb 12 fluxus, ahogy az egészségügyi hatóság igényli,
be tudjuk üzemelni az 5. oltás központot is. Természetesen a vakcina mellett nagyon fontos az is, hogy megfelelő személyzet álljon rendelkezésünkre, hiszen ezt külön fizeti az egészségügyi minisztérium, és ugye az idei fennakadások miatt még nem volt fizetés adva az ott dolgozóknak. Az elöljáró szerint a minisztérium legkésőbb jövő hét elejére ígérte az egészségügyi alkalmazottak fizetésének utalását. Jelenleg Marosvásárhelyen mintegy 20.400 személy kapta meg a védőoltást az állandó oltási központokban, és további 3.750 személyt oltottak be a mozgó csapatok. Maros megyében 11 településen összesen 13 oltóközpont működik, de további 6 egységet nyitnak az oltás kampány harmadik szakaszának lebonyolítására. La nivelul județului Mureș au fost administrate aproape 71.000 de doze. Maros megyében eddig összesen mintegy 71.000 dózist adtak be, ebből 46.000 ember kapta meg az első dózist, és több mint 24.000 személy a másodikat is. Tehát 24.342 embert immunizáltak mindkét adaggal. Az oltás mellékhatásairól az igazgató elmondta, összesen 23 személy jelezte, hogy rosszul érezte magát közvetlenül a vakcina beadása után, ebből 6 személy az AstraZeneca vakcinát, a többi pedig Pfizer és Moderna oltóanyagot kapott. Tavaszi lomtalanítást végeznek Csíkszeredában és környékén. A város önkormányzatának tulajdonában levő hulladékgazdálkodási cég munkatársai ezúttal a háztartási szemét mellett elszállítják a rossz bútorokat, háztartási gépeket, gumiabroncsokat, illetve minden más olyan tárgyat, amit máskor nem visznek el. Érkezik a lomokat elszállító autó Csíkmadírfalva egyik utcájába. Az Eko Csík tavaszi lomtalanítása keretében külön autóval gyűjtik az utóbbi lomtalanítás óta felgyűlt, kidobásra szánt gumiabroncsokat, rossz bútorokat, háztartási gépeket és más olyan szemetet, melyeknek a heti háztartási szemétben nincs helye. Az önkormányzat előre értesítette a lakókat, így a kapuk elé ki vannak téve a fölöslegessé vált tárgyak. De sokan szelektíven gyűjtik a hulladékot, így a fehér zsákba a kiválogatott műanyagokat is előkészítették az emberek. Jó, hogy persze jelzik. Rendszeresen elszokták mindig? Rendszeresen, igen. Mint lassak, hogy akkor mik vannak, akkor ugye a flakonokat külön szedem, az üvet külön szedem. Én például itt a környéken. Nekünk itt kicsi gyárek nincsen, mi öregek vagyunk, úgyhogy nekünk olyan nagy valami nincs, amit elvigyenek. Az akció keretében nem szállítják el a zöld hulladékot, a fanyesedéket és az építkezésből származó törmeléket, valamint a veszélyes hulladékokat, de minden más fölösleges tárgytól megszabadulhatnak a lakók. A szervezők azt remélik, hogy így lassan felszámolódnak az illegális települések színén kialakult hulladéklerakók. Elsődleges célunk az, hogy a környezetünket tehermentesítsük, másodszorra a célunk, hogy a törvény által előírt 60%-os újrahasznosítási arányt ezzel az akcióval is növeljük, hisz a begyűjtött hulladéknak a legnagyobb mennyiségét, mint említettem, 60%-át újrahasznosítani kell. És reménykedünk abba, hogy ez is hozzájárul, ez az akciónk is hozzájárul ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Az Eko Csík oldalán található program szerint március 18-a és 29-e között a csíki községekben zajlik a lomtalanítás, 30-án és 31-én a csíkszeredai lakók válhatnak meg fölöslegessé vált, de a háztartási szemétben nem való tárgyaiktól. Ezeket a jelzett dátumon reggel 7 órára kell kihelyezni a porták elé, innen szállítják el a cég munkatársai. Évek óta húzódik a válaszúti Bánffy kastély restaurálása. A kastély és a kastélypark felújításával már többször is próbálkozott a Kolozs megyei tanács, de mivel nem akadt kivitelező, mindig halasztani kellett a közbeszerzési eljárásokat. Hosszú idő után most végre aláírták a kivitelezési szerződést. A válaszúti Bánffy kastély felújítására és restaurálására vonatkozó projekt 2017-ben közel 20 millió leértékű Európai Uniós támogatást nyert a 2014-2020-as regionális operatív program keretében. Ennek ellenére több sikertelen közbeszerzési projekt meghirdetése után sem találtak kivitelezőt. Tavaly nyáron 3 cég és konzorcium tett ajánlatot, és bár úgy tűnt sikerül megtalálni a megfelelő céget, a Kolozs megyei tanács akkori döntését megóvták, ezért meg kellett várni a táblabíróság február végi végleges döntését. A kivitelezési szerződést múlt héten írták alá a nyertes céggel.
Vákár István, a megyei önkormányzat alelnöke bízik abban, hogy gyorsan fognak dolgozni és jó minőségű munkát végeznek. A munkálatokat legtöbb 2 év alatt kell befejezni. Profi munkálatot várok el tőlük, az összegeket a megyei tanács felvállalta. Pénzhiányról itt nincs szó, itt minőségi munka és gyors munkáról van szükség. Ebben bízva gondoljuk, hogy minden a legnagyobb rendben lesz. A projekt értéke 27,6 millió lej, ebből 19,5 milliót az EU-s pályázatból finanszíroznak. Vákár István arról is tájékoztatott, számít a műemlékvédelemmel foglalkozó civil szervezetek támogatására. Célja, hogy minél többször ellenőrizzék az építkezési, restaurálási és kertrendezési munkafolyamatokat, hogy azok a megfelelő ütemterv szerint haladhassanak. A Kolozs megyei tanács kulturális központot létesít a kastélyban. Kertészeti szakmai napok zajlanak Csíkmadarason. A konferenciával egybekötött rendezvényen nem csak elméleti előadásokat tartanak élőben és online, az érdeklődők gyakorlati képzéseken is részt vehetnek. A tudást kellene körbeadni, nem csak Székelyföldre. A külföldről hazatérő fiatalok által szerzett tudást, tapasztalatot kell eljuttatni mindenkihez, hangsúlyozta megnyitó beszédében János Ferdinánd kertészmérnök. A kertészeti szakmai napokat és konferenciát ennek az elvnek a mentén 4 éve rendszeresen megszervezik, neves előadókkal, szakemberekkel. Hogyha odafigyelünk és egy picit emeljük, erőltetjük, még egy picit mind a kisgyereket pátyoljuk, akkor Székelyföld, Csík környék, jó, erős mezőgazdasági potenciál tud lenni. Itt említkeném az öko lehetőségeket, itt a nadrágszi parcellákon, a kisebb parcellákon át lehet formálni, meg lehet reformálni a mezőgazdaságot. A 2 nap alatt kertészek, vidékfejlesztők, agrármérnökök, pályázatíró szakemberek, közgazdászok, tájépítészek tartanak Csíkmadarason előadásokat. Ezek mind követhetők a világhálón is. Itt a 2 nap alatt szó lesz szarvasgomba termesztésről, lesznek itt velünk kertészmérnökök, tájépítészek, akik különböző érdekes előadásokat fognak hozni nekünk ide. Ilyen lesz például a tetőkertek, ami egy érdekesség lesz. Az érdeklődés a járvány ellenére igen nagy, sokan regisztráltak a konferenciára és a szakmai képzésekre is. Bár én inkább technikai ember vagyok, tehát hogy technikai vonalú mérnök, elektronika, okos házak, ezekkel foglalkozom. A másik oldalon pedig az, hogy van kertem is, a kertet szeretném én is ismerni, ne csak az, hogy élvezni a kert okozta örömöket. A konferencia keretében lesz kerekasztal beszélgetés a karácsonyfa ültetvényekről, bemutatják az első székelyföldi kertészeti szövetkezetet, és gyakorlati ismeretekkel gazdagodhatnak azok, akik kíváncsiak a gyümölcstermesztésre és a gyümölcsfák metszésére. Nyílt napot tartottak a Kolozsvári Református Kollégium jövendőbeli tanítványainak. Idén először online szervezték meg az eseményt, amelynek keretében a 2 középiskolai osztályt és a szakiskolát is bemutatták az érdeklődőknek. Szó esett a beiratkozás menetrendjéről és a felvételi követelményeiről is. Szülők és jövendőbeli tanítványok is részt vettek a Kolozsvári Református Kollégium nyílt napján, amelyet idén először kizárólag online keretek között tudtak megszervezni. Az esemény több száz érdeklődő követte élőben 4 megyéből a közösségi oldalakon. Idén teljesen más eszközökkel és módszerekkel kellett megközelíteni a diákokat, mondta el híradónk érdeklődésére Kiscserei Zoltán iskola lelkész, a nyílt nap egyik szervezője. Annak ellenére, hogy évente megrendezzük a Kolozsvári Református Kollégium nyílt napját, ezek az eszközök számukra is újak voltak, és ez az, ami leginkább maradandó. Ami talán visszanézhető, sokkal nagyobb mértékben visszajátszható, visszatekinthető, újraélhető, akár a kollégiumnak a honlapján, Facebook oldalán, és ez a szülők és diákok számára egyaránt építő. Az iskola által kínált tanulási lehetőségeket, a 2021-22-es tanévben induló osztályokat a pedagógusok mutatták be, de a beszélgetésen egykori diákok is hasznos tanácsokat adtak. A felkínált lehetőségekről dr. Székely Árpádot, a Református Kollégium igazgatóját kérdeztük. Szeretettel várunk minden érdeklődő 8-os diákot. Ide a liceumba, 2 osztályba fogjuk várni a diákokat, egy humán teológia osztályba és egy reál biológia-kémia osztályba.
Mindkét osztályunk eddig nagyon szépen működött, és nagyon sok lehetőséget nyújt a diákoknak érettségi után. A szakiskolában változás történik. Az eddigi 3 szakosztály helyett a következő tanévtől csak 2 indítanak, de megmarad a 6 szak. A végzős 8-osok női férfi fodrászat, manikűr, pedikűr szakra, szakács, asztalos, elektromos műszerész, villanyszerelő, valamint vízgázszerelő szakra is jelentkezhetnek. A református kollégium szakosztályai az erdélyi magyar nyelvű szakmunkásképzés élvonalába tartoznak. Idén is megfigyelhetjük a gólyák mindennapjait a Maros megyei Sáromberkén 2 online követhető webkamerán keresztül. A Milvus csoport játékot is hirdet, a legfigyelmesebbek nyereményben részesülnek. Egyelőre még üresen állnak a gólyafészkek a Maros megyei települések villanyoszlopain. Fészküket addig is egy csóka őrzi, várva, hogy a gólyák meghozzák a tavaszt. Az érkezésüket idén is 2 webkamera várja, amelyet a Marosvásárhelyi Milvus csoport helyezett ki Sáromberkére. Bárki követheti a www.milvus.ro weboldalon ezeket a kamerákat, és nagyon biztatok is mindenkit, hogy kövesse, hiszen aki az első print screen képernyő mentést meg tudja csinálni, úgyhogy egy gólya is látszik a fészekben, azok között, az emberek között egy nyereményt fogunk kiosztani, az most még titkos, hogy mit. Az első webkamerákat 2006-ban helyezték ki, céljuk az volt, hogy a gólyákról pozitívumokat is megtudjanak a lakók. Kezdetben egyetlen helyen közvetítették a fészekben történő eseményeket, majd pár évvel később sikerült online felületen elindítani a gólyák figyelését. A program nagy népszerűségnek örvend, hisz a felvételeken keresztül végigkövethetik a madarak életét az érkezésüktől a fiókák kirepüléséig, majd a fészek őszi elhagyásáig, fejtette ki Pap Tamás. Ez volt a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.